önbizalom erősítés. Vajon miért nem működik az a technika, amikor állsz a tükör előtt, a saját szemedbe nézve, és mantrázod a tükörképednek a jó tulajdonságaidat? Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Talán már te is hallottál erről a módszerről, vagy akár ki is próbáltad, hogy állsz a tükör előtt, ha lehet, akkor nap mint nap, hosszú napokon, heteken keresztül, és a saját szemedbe nézve, mintha csak hipnotizálnád magadat, próbálod felsorolni a pozitív tulajdonságaidat, amikkel az a célod, hogy erősítsd az önbizalmadat. Működik-e, vagy nem működik? Ha te kipróbáltad, te mit tapasztaltál? Neked működött? Erősödött az önbizalmad? Én inkább azt mondom, azt gondolom minden eddigi tudásom alapján, hogy ez így kevésbé lesz működtethető. Sőt, azt is megosztom most veled, hogy mi az oka annak, hogy ez igazából nem fog tartós eredményt hozni az önértékelésed és az önbizalmad javításában. És azt is megszokhattad, hogy nem hagylak így tudás nélkül, hanem segítek neked abban is, hogy megérthesd, hogy mi lehet akkor inkább célra vezető módszer az önértékelésed és az önbizalmad javításához. Amikor a tükör előtt mantrázod magadnak a jó tulajdonságaidat, akkor azzal alapvetően kettő probléma szokott lenni. Az egyik probléma abban van, hogy milyen tulajdonságokat mantrázol. Ahhoz, hogy pozitív tulajdonságaidat tud összegyűjteni, azonban nem csak azt kell megérteni, hogy mi és miért számít pozitív tulajdonságnak. Sokaknál tapasztaltam azt, hogy amikor azt kérem, hogy írd össze a jó tulajdonságaidat, akkor legtöbben olyan tulajdonságokat írnak össze magukról, amik igazából a megfelelési kényszerükről szólnak, és a megfelelési kényszerüket erősítik mások felé. Tehát például kedves vagyok, elfogadó vagyok, barátságos vagyok, odaadó vagyok, segítőkész vagyok, őszinte vagyok, és ezeket a tulajdonságokat próbálják majd mantrázni maguknak a tükör előtt. Igen ám, de ezek a tulajdonságaid igazából nem feltétlenül jelentenek erőt. Ezek a tulajdonságok nem azok a tulajdonságok, amik segítenének téged abban, hogy a jéghátán is megélj. Ezek a tulajdonságok igazából csak arra jók, persze nagyon értékes tulajdonságok ezek is, de leginkább csak arra jók, hogy a környezeted elégedett legyen veled. Ezekkel a tulajdonságaiddal csak megfelelni fogsz tudni másoknak. Persze ez is nagyon jó, mert minél inkább elfogad téged a közösség, ahová tartozni akarsz, minél inkább be tud téged fogadni a soraiba a környezeted, a társadalom, a közösség, annál biztosabb, hogy te ott megfelelő figyelmet, elismerést és szeretetet is fogsz kapni. Igen, igen. De hányan mondhatják el magukról vajon azt, hogy kedves vagyok, odaadó, segítőkész, figyelmes, barátságos? Ezek a tulajdonságaid nem tesznek téged egyedivé. És valójában ezek a tulajdonságok, ahogy említettem, nem olyan erők, amikre igazából támaszkodni tudnál. Milyen tulajdonságokat érdemes akkor mantrázni, ha nem ezeket? Hát azokat a tulajdonságaidat vizsgáld meg inkább sok-sok megfigyelés útján, amikben tényleg erő van. Keresd az erősségeidet, keresd azokat a képességeidet, készségeidet magadban, amik segítenek téged nagyon sok élethelyzetet megoldani, átsegítenek téged nehézségeken, vagy hozzájuttatnak valamilyen megoldásokhoz egy-egy probléma mentén. A képességeidet, a készségeidet, az erősségeidet, az ötleteidet figyeld, mert ezek azok a kapaszkodóid, amikre igazából támaszkodni és hagyatkozni tudsz bizonyos élethelyzetekbe. Ezek azok, amiket ha megérzel és tudatosítasz magadban, akkor kellő kapaszkodót tudsz jelenteni saját magad számára is. Ezek azok a tulajdonságaid, amik mentén rábízhatod magadat magadra, és amikkel tényleg el fogod tudni érni azt, hogy higgy magadban. Csak néhányat említek. Például készségeid, képességeid az, hogy mennyire tudsz mondjuk alkalmazkodni, milyen a memóriád, hogyan tudsz tájékozódni, mennyire vagy spontán, milyen az egyensúlyérzéked, hogyan kezeled a változásokat, van-e nyelvérzéked, vannak-e vezetői kvalitásaid, képes vagy-e másokat motiválni,
motiválni, inspirálni. Aztán még hétköznapibb dolgokra is gondolhatsz, például, hogy könnyen elalszol-e esténként, jó alvó vagy-e, könnyen ébredsz-e, milyen az állóképességed, mennyire vagy terhelhető, milyen a térérzéked, milyen az ízlésed, milyen az időérzéked, és még sorolhatnám. Kezd el magadban megfigyelni ezeket, mert a képességeid, készségeid, erősségeid, ötleteid, szokásaid rejtik valójában azokat az erőket, amiket érdemes lesz majd mantráznod a tükörben is, ha akarod ezt a módszert jól csinálni. Azonban a másik akadály annak, hogy ez a technika működjön, az az, hogy hiába mantrázod magadnak a jó tulajdonságaidat, az elméd nem fogja ezeket elhinni. Mantrázhatod hipnotikusan a saját szemedbe nézve, de sajnos értened kell azt, hogy az elméd mit hajlandó befogadni, és mit hajlandó elhinni neked. Az a baj, hogy ha mantrázod a tulajdonságaidat, akkor az elméd még azt fogja mondani, hogy igen, hallom ezeket, és mi van ezekkel? De miért nem fogja neked elhinni ezeket? Azért nem fogja elhinni, mert meg kell értened először is azt, hogy hogyan tanul az elméd. Mert azt, ahogyan most gondolkodsz magadról, azt ugye az elméddel csinálod. Tehát az elméd már eddig is elhitt rólad valamit. De hogyan tanul az elme? Hogyan hisz el dolgokat rólad, vagy másokról, vagy a világról? Ahhoz, hogy az elméd el tudjon valamit könnyen hinni, ahhoz egyrészt arra van szükség, hogy arról a dologról semmilyen korábbi megtapasztalása ne legyen. Tudod, erre van is egy mondás, hogy messziről jött ember akármit is mondhat. Ha valaki olyan dologról számol be neked, amiről korábban semmilyen elképzelésed nem volt, nem lehetett, mert nincsen róla sem tudásod, sem megtapasztalásod, akkor viszonylag könnyen befogadja az elméd az új információt, mert nincs mire építkeznie. Egy üres téma helyre fogja beilleszteni az elméd a kapott új információkat, ezért könnyen fogad be az elme új hitrendszereket, ha nincs előtte olyan, ami már valamilyen tudást vagy ellentmondást tartalmazna. Tehát teljesen új ismeretet könnyen elhisz az elméd. Rólad azonban nem nagyon vannak teljesen új ismereteknek helyei az elmédben, úgyhogy bármit is mondasz magadnak a tükörben, azt mondja az elméd, hogy hát az a helyzet, hogy van ezekről más megtapasztalásom, úgyhogy nem hiszem el csak úgy magamnak, hogy itt most sorolom az én jó tulajdonságaimat. Úgyhogy ezt át fogja ugrani. A másik oka, vagy a másik működése az elmédnek arra, hogy tanuljon, az pedig az, hogy könnyen elhisz, és megtanul az elméd olyan dolgokat, amihez már van valamilyen azonos tapasztalása. Tehát, hogyha például egy pletyka is úgy működik, hogy könnyen elhiszel valakiről valami rosszat, hogyha azt a rosszat tényleg feltételezhetőnek tartod, mert volt már hasonló elképzelésed vagy megtapasztalásod arról az emberről, akiről a pletyka szól. Na, így működik az elme. Ha van alapja benned az új információnak, ha van olyan irányú tudás a fejedben, és olyan irányú megtapasztalás, amiről az új információ szól, akkor az új információt az elméd rögzíteni fogja. Tehát magyarul, hogyha korábban magadról rossz megtapasztalásaid voltak, mondjuk az, hogy kudarcot vallasz, vagy nem beszélsz elég jól angolul, vagy hogy nem tudsz elég jól biciklizni, akkor ha azt mondom neked, hogy nem fogsz tudni lebiciklizni egy hosszú távot, vagy azt mondom, hogy nem fog sikerülni neked angolul elmondani egy verset nagy közönség előtt, akkor azt könnyen el fogod hinni, az ellenkezőjét viszont nehezebben fogod elhinni. Tehát ha megvan róla győződve az elméd korábbi tapasztalások alapján, hogy nem tudsz elég stabilan biciklizni, akkor mondhatod magadnak a tükörbe, hogy de, én holnap egybe le fogom tekerni a Balaton körbe 210 kilométert mindenféle fáradtság és csüggedés nélkül. Vagy ha az a megtapasztalásod magadról, hogy nem nagyon tudsz közönség előtt beszélni magyarul sem, mert félsz, angolul meg aztán nincs olyan stabil nyelvérzéket, hogy ezt megold, akkor hiába fogod magadnak mantrázni a tükörbe, hogy holnap 500 ember előtt sikeres versmondást fogsz tartani színpadról angolul. Nem fogja befogadni az elméd. Azért, mert
erre a témára vonatkozóan már van egy korábbi megtapasztalása. Tehát magyarul azt tudja befogadni az elméd az új információk közül, amivel kapcsolatban semmilyen új információja nincsen az elmédnek, vagy olyat, ami valamiért megtapasztalások alapján működik. Tehát magyarul a saját pozitív tulajdonságaidat, amiket most összeírsz majd magadról és megfigyelsz magadban, csak akkor fogod tudni elhitetni magaddal, csak akkor tudod megváltoztatni a negatív énképedet pozitívra magadról, hogyha meg is tapasztalod azokat. Tehát mondogathatom magamnak, hogy én kreatív vagyok, és nagyon ügyes, mindaddig nem fog ez rögzülni az elmédben, amíg erre vonatkozóan kellő tapasztalást össze nem szed az elméd. Az a feladatod tehát, hogy ne csak tükör előtt távon mondogasd magadnak, hogy milyen hiper-szuper vagy, hanem indulj, minél több eseményben, élethelyzetben fedezd föl önmagadat és figyeld magadat. Figyeld, hogy amit el akarsz magaddal hitetni, hogy jó benned, azt tényleg hogyan tudod megtapasztalni is. Mert a megtapasztalás jelenti azt a gyakorlást, amin keresztül az elméd majd el fogja hinni ezt neked, és megváltoztatja a korábbról benned, rólad rögzült hitrendszereket. Még egy nagyon aranyos adalékot szeretnék neked adni mindehez a témához, hogy mit is figyelj meg magadban, mi lesz az a nagyon aranyos kis fordulópont, amin keresztül könnyebben fogod tudni magadban észrevenni az egyediségedet. Ezt azonban az exkluzív haladó önismereti csatornán fogom megtenni. Ha figyeltél, már ebben a 12 percben is nagyon sok hasznos információval segítettelek téged, de ahhoz, hogy szintet tudjunk lépni, ahhoz át kell majd regisztrálnod az exkluzív haladó önismereti csatornánkra. Ezt úgy tudod megtenni, ha a videóm alatt megkeresed a csatlakozás feliratú gombot. Ha be vagy jelentkezve a YouTube fiókodba, akkor ezt a gombot már most is láthatod. Ha nem, akkor nyisd le a videóm alatt a szöveges tartalmi leíró részt, és ott keresd meg a linket, amin keresztül a YouTube elvezet téged az exkluzív csatorna videóihoz. Nem csak ennek a videónak fogod látni a kedves aranyos folytatását azzal az aranyos kis trükkel, hanem a korábbi összes exkluzív videót is megnézheted, ez most már szintén több mint 150 videó. Ezek a videók tartalmasabbak, részletesebbek, sokkal inkább gyakorlatiasabbak, mint azok, amik itt a nyilvános csatornán szerepelnek. Kívánom, hogy legyenek ezek is hasznodra. Ha pedig gyorsabban szeretnél fejlődni az önismeretben, és hamarabb boldoggá válni, és boldog kapcsolatokat kialakítani az életedben, akkor tarts velünk személyesen vagy élő online közvetítéssel, elvonulásainkon, kurzusainkon, estjeinken is. A programjainkról a www.tündérszív.hu honlapunkon tájékozódhatsz. Mi pedig sok-sok szeretettel látunk téged Gáborral közösen. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak, magatoknak kívánnátok még.